A mezőgazdaság előtt álló kihívások nem csak a termelőket, de a kapcsolódó iparágakat, így a növényvédőszergyártást is érinti. Egy új hatóanyag kifejlesztése körülbelül 10 évet vesz igénybe, így a növényvédőszergyártóknak mindig a saját koruk előtt kell járniuk. Létszükséglet számukra az innováció. Napjainkban a klímaváltozás és a növényvédelemben engedélyezett hatóanyagok folyamatos csökkenése miatt az új típusú hatóanyagok és kijuttatási megoldások kerülnek előtérbe. A jövő évben be fogunk vezetni egy új azolt kalászosokban, ami egy óriási nagy dolog. A BSF az első, aki egy új generációs azollal jelentkezik, ami kiállja a mai összes hatósági próbát, és hosszú távon biztosította jövője. És itt például fel vagyunk arra készülve, hogy egyre gyakoribb, hogy hirtelen nagy csapadék érkezik, vagy szárazság van. Ez egy olyan molekula, ami nagyon-nagyon gyorsan felszívódik, tehát akár már 30 perccel a kijuttatás után felszívódik, tehát jöhet az eső, nem fog problémát okozni. Ez ugye egyfelől a molekulának, de sokkal inkább a formulációjának köszönhető, tehát egyfelől van egy nagyon hatékony molekulán, és a sikerült beültetni egy olyan formulációba, hogy kiállja a szélsőséges időjárás próbáját, legyen az egy hirtelen nagy mennyiségű csapadék, legyen az erős UV-sugárzás. Globalizáció, nemzetközi kereskedelem, nemzetközi szállítmányozás, nemzetközi kártevők. Így foglalható össze a kártevők terjedése, illetve alkalmazkodása. Emellett az éghajlatváltozás mindenütt érezteti a hatását. Kihívás tehát van, hisz a világ népességét etetni kell, a növényi kultúrákat meg kell védeni. Az innováció számunkra a kulcs. Évente közel 1 milliárd eurót költünk K+F-re, ami összehasonlítom a BSF-et a versenytársainkkal, akik ugye most már hatalmas konglomerátumokká váltak, tehát nagyobbak is, mint a BSF. Az ő K+F büdzséjükkel is fölveszi a BSF a versenyt, és 2030-ig 8 új hatóanyaggal fogunk előrukkolni, ami tényleg azt gondolom, hogy kiugró ebben a versenyben.